Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a negyedik napja a diétámnak. Ma egy kicsit túltoltam az edzést a szénhidrát bevitelt illetően nem volt eléggé arányba. Nagyon elfáradtam a végére, nem is vagyok valami jól, de viszont most nem is pótolom a elégetett dolgokat, mivel épp ez a cél. Negyedik nap, mínusz 4 kiló, van hátra még 11 nap, és 11 kiló mínuszba. Ma eddig elég jól ment, ma úgy gondolom, hogy hát nem biztos, hogy sikerülni fog, mert nagyon éhes vagyok, de kibírom, holnap reggelig már nem kajázok. Várom a reggelt, mert olyan vagyok, mint egy oroszlán, és ilyen húsokat látok az magam előtt, mint a Tommy és Jerryben, tudjátok, voltak azok a nagy húsok. Van benne az a bulldog, aki mindig a nagy húsokat látta. Na, olyanok vannak a szemeim előtt már, de igaziból a hússal sincsen semmi baj. Legalább a szénhidrátot kerülöm. De muszáj ezt is valahogy holnap reggel visszatöltenem valamennyit belőle. Folytatjuk. Kíváncsi vagyok, holnap mit hoz a testemben, milyen változások mennek véghez. Igaziból ma már elkezdtem érezni, hogy a fölösleg elkezdett fellazulni, és én úgy gondolom, hogy innentől kezdve fog beindulni a fogyás, a pucolódás, és megtörténik az, amikor majd elkezd a has is úgymond beszakadni, behasadnak a vonalak, bereped, beszárad, elkezd száradni az test. Úgyhogy folytatás következik, és sikerülni fog, biztos vagyok benne, és a végén egy hatalmas, nagy vacsorával fogom befejezni ezt az egészet, ahol megeszek egy embert. Úgyhogy ennyi, sziasztok!